Jó napot kívánok, ez a Mozaik a Sopron TV-ben. A Velder József díj tavalyi kitüntetettjével fogok beszélgetni. Köszöntöm is a stúdióban Kovács Tibort, a Soproni Vízmű ZRT szennyvízkezelési üzemmérnökségének vezetőjét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást! Ezúton is gratulálunk a díjhoz, ami Sopron egyik legfontosabb elismerése. Itt pontosan a város műszaki életében építészet infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének területén kiemelkedő tevékenységet végző szakember részére adományozza minden évben a város. 2022-ben ezt ön érdemelte ki. Mit szólt a díjhoz? Meglepett, természetesen nem számítottam rá. De én ezt úgy élem meg, hogy igazából az a terület, amivel foglalkozunk, az a terület lett egy kicsit elismerve. Az a munkásság, vagy az a fajta szakmaiság, amit a vízmű végez, és az a fajta technológia, vagy tevékenység, amit mi ebben részt veszünk, vagy ebben elvégzünk. Ez gyakorlatilag a szennyvízelvezetés és a szennyvíztisztítás Sopronba, Sopron környéki településeket beleértve, tehát ez nem csak Sopronról szól, és azoknak a kollégáknak is gyakorlatilag egy elismerés, akik velem együtt, közösen, együttműködve végezzük ezt a munkát, és próbálunk úgy dolgozni, hogy mindenki megelégedésére történjen ez meg. Említette, hogy a szennyvízkezelésének tulajdonképpen az elismerése mindannyiunkat érint, ez a terület, mégis keveset tudunk róla. Hogyan működik Sopronban és környékén a szennyvízkezelése? Igen, ez egy sok minden részletre kiterjedő folyamat. A kezdetektől talán az a lakástól, ha indulunk, van egy szennyvízkibocsátás. Tehát mi attól a ponttól vesszük át a szennyvizet idézőjelbe, kerül a csatornahálózatba, szennyvízelvető rendszerbe, és ezt a szennyvizet kell zavartól eljuttatni a szennyvíztisztított a telepre. Na most, amikor erről beszélünk, akkor arra kell gondolni, hogy minden utcában van csatorna, minden ingatlannak van szennyvízbekötése, és gyakorlatilag ezt a csatorna rendszert, ami több száz kilométer hosszú, ezt kell üzemeltetni. Most a bonyolultsághoz még nem akarok nagyon belemélyedni, de az hozzátartozik, hogy itten Balf, Fertőrákos, Sopron, Kövida, Kópháza, Harka, Győrbalom, Brembergbánya települések, Sopronnal együtt rendszert kell érteni, tehát ezeket a szennyvizeket van, ahol átemelőkkel, nyomóvezetéken be kell hozni soproni gravitációs hálózatba, és ezt az egész szennyvíz mennyiséget kell elvezetni a telepre. Tehát a hálózatról rövidre ennyi. Ez nem zökkenőmentes feladat, tehát ez nagyon sok technikai eszközre van szüksége, gépekre, legyen az egy kombi csatornamosógő gépkocsi, vagy egy hálózatdiagnosztikai csatornakamera, amire ezeket az ellenőrzéseket, hibákat ki tudjuk szűrni, és zavartalanná tudjuk tenni a szennyvízelvezetést. Ez a hálózat. És akkor a hálózaton elkerül a szennyvíz a telepre, akkor jön a másik nagy feladat, ezt a szennyvizet meg kell tisztítani. Ez naponta ilyen 13-15 ezer köbméter száraz időben, csapadékos időben vannak változások, tehát ez egy kicsit magasabb. Hát ez rengeteg víz, nagyon nehéz számolni, de mondjuk legalább 20-20-adai medence, tehát 50 méteres medence térfogatában. És ez napi szinten? Napi szinten. Tehát napi szinten ezt úgy, hogy nap 24 órájában, tehát ez mindig jön, ez mindig érkezik, ezzel mindig foglalkozni kell, és ezt a szennyvíztisztítási technológiát, ezt folyamatosan biztosítani kell, hogy megfelelően működjön. Annak érdekében, hogy a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz, az megfelelő legyen, tehát környezetvédelmi előírásoknak megfelelő. Ez jelenleg úgy működik Sopronban, hogy hogy tisztább vizet engedünk a patakba, mint maga a patakvíz. Tehát körülbelül ez talán jobban érzékelhető, hogy itt mekkora munka van emögött. Hogyan változott ez a technológia? Biztosan, mint ahogy minden más területen, ez is rengeteget fejlődött. Igen, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy töltöttem az elmúlt 40 évet, hogy ez a szennyvíz ágazat, ez nagyon sokat fejlődött. Tehát amikor elkezdtem dolgozni a vízműben, akkor mondhatnánk, csatornahálózat Sopronba volt, sehol máshol, se településeken, vidéken, minimális. És a 1995-től egy jó 15 év alatt, akartak mondhatnánk, teljes körű csatornázás megvalósult a Sopronban is, és a környezetében a fejlesztések természetesen jönnek hozzá. Tehát ezeket a csatornázási projekteket megélni, végigvinni, ez volt egy nagyon érdekes és eléggé sziszifuszi munkát követelő feladat, és
ez egy jó volt, hogy ezt a fejlesztést, ezeket a fejlődéseket, ezeket az építéseket, ezt végig tudtuk vinni, meg tudtuk valósítani üzemeltetői oldalról. A kivitelező, hogy a beruházó általában mindig az önkormányzat és az a település volt, aki a csatornázási projektekre pályázatot vagy egy támogatást tudott kapni. Tehát ezek a hálózatok nagyon nagyot fejlődtek, és a hálózatok fejlesztése után, vagy mellett párhuzamosan természetesen szennyvíz tisztító telepeknek, szennyvíz tisztításnak is kellett fejlődnie. Sopron vonatkozóan pár évszámot. Sopronban szennyvíz tisztításról 1971 óta beszélhetünk. Akkor egy mechanikai tisztítás történt. Több fokozat van, tehát a mechanikai gyakorlatilag szűrést jelent. 1987-ben készült ez a létesítmény a Sopronban, ahol a biológiai fokozattal bővült a szennyvíz tisztító telep, és gyakorlatilag olyan szintű tisztítás történt, ami sokkal magasabb, sokkal környezetkímélőbb terhelést ad a befogadik ikvapatakra, vízfolyásokra. És ezután volt még egy nagyon nagy lépés, 87-es biológiai bővítés után, egy ISPA támogatott beruházás, az 2004-2008-ban volt, amikor a soproni szennyvíztelep gyakorlatilag teljesen megújult, teljesen gyakorlatilag rekonstrukció alá került, és egy nagyon komoly fejlesztés volt. Ezt úgy kell érteni, hogy akkor egy nagyon komoly biológiai fokozattal lett kiegészítve teljes körű iszapkezeléssel, ez nagyon fontos része a tisztítási technológiának, mert van melléktermé, amiben nagyon sok feladat van, és a keletkezett iszapból mi biogázt nyerünk. Tehát ha valaki elmegy a soproni szennyvíztisztító telep mellett, látja azt a nagy gömböt, ami nem focilabda természetesen, az biogáztároló, és gyakorlatilag ott tároljuk a termelt biogázt, és ezt villamosenergia termelésre használjuk. Azaz a telep gyakorlatilag mondhatnánk egy visszadolgozik a környezetbe, mert mondhatnánk azt az energiát, amit elveszünk villamosenergia hálózattól, annak egy részét megtermeljük biogázformájában, és gyakorlatilag gázmotorok formájában visszatápláljuk a rendszerbe. Tehát mondhatnánk egy körfolyamat, egészséges körfolyamat alakul ki. Most ezek a fejlesztések nagyon fontosak voltak, és gyakorlatilag elérkeztünk oda, hogy olyan szintű környezetvédelmi előírásokat tudunk betartani, ami nagyon szigorúak, és ezt folyamatosan ellenőrizve végezzük ezt a munkát, tevékenységet a telepen. Egy picit betekintést engedek most az üzembe. Néha azért időnként a lakosság számára is megnyílnak azok a kapuk, és megtekinthetik például a szennyvíztelep működését. Miért tartja fontosnak, hogy a lakosság tudja ezt a technológiát, ha nem is olyan nagyon szakember szemmel, de azért egy átlagember is ismerje azt, hogy hogyan is működik ez, hogyan tudunk mit tenni az otthonunkban azért, hogy ez a szennyvíztisztítás ez minél zökkenőmentesebb legyen? Hát ugye ez nagyon fontos ez a tájékoztatás, mert hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Tehát valahol ez nincs szem előtt, egy idézőjelben szükséges rossz, ha így fogalmazhatok, de nagyon, nagyon sok munka van vele. És azok a feladatok, amik nekünk mondjuk nehézséget okoznak és problémát, az nagyon fontos, hogy a lakosság is tudja. Tehát mondok egy példát, mondjuk kiragadok ezekből. Nagyon sok a megváltozott szálasanyag összetétele. Ez azt jelenti, hogy mondjuk popsi törlők, vagy egyéb ilyen különböző kendők, amik nagyon elterjedtek, nagyon nehezen bomlanak le, bekerülnek a hálózatba, és gyakorlatilag a szennyvíz átemelő, meg a szennyvíztelepi gépészetnél nagyon sok gondot okoznak nekünk. Tehát ezek fontosak, hogy ezek a anyagok, ezek olyan helyre kerüljenek, ahol gyakorlatilag ezek normálisabban fel vannak használva, tehát nem a csatornázatban, hanem különböző tárolókba. Mert ezekkel az anyagokkal nagyon nehéz utána mit kezdeni, és nagyon sok plusz feladatot ad nekünk. Tehát azért mondtam, ez a hálózaton is gondot okoz, és a telepen is. És ezek a feladatok azért, amikor egy ilyen nagy szivattyút szét kell szedni ilyen dugulások miatt, azért az sok munka. Ez a legnagyobb probléma, úgy érzi? Vagy például a vegyszerek milyen nehézségeket okoznak? Mit tudunk mi otthon tenni? Ugye mi annyit látunk, hogy a WC-be vagy a lefolyóba, ha lemegy valami, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen az számunkra már nem látható, de hát itt jön képbe ugye a szennyvíztisztító rendszer. Igen, kiragadtam ezt a szálasanyag dolgot, mert ez egy napi probléma nekünk. Emellett természetesen nagyon sok egyéb is van, ami egészséges változásokat lehet látni, hogy az olajat, vannak olajtároló edények,
hogy ez a használt olajok meg gyakorlatilag külön lehetne tárolni, mert ezek a plusz terhelések, ami bekerül a csatornába, ezek mind olyan szerves anyag terhelés töbletek, aminek a tisztítása azért sok munka, vagy több időt vesz igénybe a technológiának, vagy olyan résztechnológiai megoldásokat kíván, vagy olyan vegyszeradagolásokat pluszban, ami azért jobban oda kell figyelnünk, vagy költség hatékonyabbá úgy lehetne tenni, ha ezek csökkenhetnek. Tehát például ezek a dolgok azok, hogy nem mindegy, mi kerül a csatornába. Tehát azért az egyik ilyen kategória szálasanyag, másik az olajok. Harmadik, nagyon fontos rész, és nem szeretnék elmenni mellette, hogy Sopronban elválasztott rendszerű csatornálózat van. Tehát van egy szennyvíz csatornálózat, és van egy csapadékvízelvezető hálózat. A kettő nem ugyanaz. Tehát csapadékot nem szabad a szennyvízbe engedni, mert az olyan többletterheléseket okoz esőben, hidrolikailag, amit nagyon nehéz kezelni. Erre fel van készülve a technológia, csak ezek a lőkésszerű terhelések nagyon nagy gondokat okoznak. Mennyire gyakran fordul ez elő? Hát ilyen csapadékos események, nagy eső után, ilyen nagyobb csapadék eseményre gondolok, amikor ilyen tényleg olyan 20-30 mm esik le egy nap, azért ezeket mindig érezzük. Tehát a technológia ki van erre alakítva ilyen bizonyos tárolásokkal, pufferekkel, hogy ne legyen probléma a hidrolikába, a rendszerbe, de azért nagyon fontos az, hogy ezek a többletterhelések minimálisak legyenek, vagy lehetőleg ne is legyenek. Ez nagyon fontos a lakosságnak ilyenfajta szemlettel történő hozzáállása ingatlanon belül, hogy akkor az az ereszt, vagy az az összefolyót, akkor nem abba az aknába engedem, ami szennyvíz, hanem a mellette lévő csapadékba, mert az odavaló, és ez csak ennyi. Ha ilyen egyszerűen megoldható, akkor az nekünk nagy segítség. Tehetünk tehát akkor bőven mi is azért, hogy ez a szennyvíztisztítás ez hatékonyabb legyen. Ezt a díjat azért mégiscsak ön kapta, az ön munkájának az elismerése. Hogyan kezdődött a pályája? Hát érdekes nálam, mert gyerekkoromban is én vízműben laktam. Tehát a szüleimnek volt szolgálati lakása, ők is vízművesek voltak, és én ott gyerekeskedtem a vízműben. Ez régen még a Major közben volt a vízmű. És kicsit akarva, akaratlanul kerültem közel ehhez a szakmához, mert ott az udvaron csatornacsövek voltak, vízvezetékek, tűzcsapok, meg egyéb ilyen elzáró szerelvények, meg az a munkát láttam, amit a szüleim ott végeznek. És valahogy ez sodort, lehet, hogy ez sodort ebbe a pálya irányába, és akkor én gyakorlatilag ilyen vízügyi szakközépiskolába jártam Győrbe, és utána mentem a Műszaki Egyetemre Budapestre, és azt követően már én itt a Soproni Vízműnél helyezkedtem el, és azóta is ezt a területet, ezen a területen dolgozom, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás. Részt vett, ahogy említette is, a legkomolyabb fejlesztésekben, az újításokban, ezeknek feltételezem, hogy a előkészítésében is aktívan kivette a részét. Milyen tervei vannak még a jövőre nézve? Hát itt nincs megállás. Az üzemeltetés, az előbb is mondtam, a szennyvíz érkezik 24 óráig, a 0-tól 24-ig minden nap. Tehát itt folyamatos fejlesztéseket kell végezni. Tehát előre kell gondolkodni, hosszú távra kell ezeket a beruházásokat előkészíteni, hogy minden évben vagy minden időszakban az igényekhez igazodóan el lehessen végezni azt a munkát, ami a feladatunk, azaz szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítást meg lehessen csinálni úgy, hogy a befogadó patakok, vízfolyások környezetvédelmi szempontból is megfelelően legyenek terhelhetők. És ez egy mindig folyamatos munka, és hosszú távú, még egyszer ismétlem, hosszú távú előregondolásokat igényel, és annak a technikának a folyamatos szinten tartását, amivel ez elvégezhető. Legyen az egyéb gépészeti berendezés, vagy a szennyvíztelepen lévő technológiák, műtárgyak, berendezések. Tehát egy folyamatos megújuló munkáról van szó, ezt kell folytatni. Mindehhez pedig kitartást és további jó munkát kívánok. Kovács Tibornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm, hogy meghívtak. Önöknek köszönjük a figyelmet, ezt a beszélgetést megtalálják és visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!